A mai adásunkban a Farnadi Néptánc Együttes próbájára nyerhettünk betekintést, akik évtizedek óta őrzik a néptánc hagyományát. Az elkövetkezendő percekben nem csak táncolnak nekünk, hanem el is mesélik történetüket, valamint beszélgetünk majd a csoport aktuális vezetőivel is. Mikor és hogyan alakult meg a Néptánc Együttes? 1996-ban az iskola mellett Gunyics János tanító bácsi közreműködésével a Juhász házaspár alapította itt a nádast, akik most is a Kincső vezetői. Aztán ők átadták ezt a szerepet körülbelül két év után a német házaspárnak, és akkor került ide a kultúrház mellé, mert eddig iskolai csoportként, hogy mind működött. De aztán mi átvettük a falu, és 97-től aztán a falu támogatásával működött. Hát aztán 2004-ben a Nagycsomor Ildikó vette át, aki Nagyölvedről járt ide 10 évig, a Ildikó vitte el a csoportot. Aztán Légár Dániel és Takács Veronika, aki táncos volt a nádasban, de ő már akkor elvégezte Fóton a néptáncos iskolát, és a ifjú szívekbe került. 2019-ben Veronika elköltözött Erdélybe, és akkor jött helyette egy másik hölgy, de Dani vitte tovább. 2019-ig. 2019 évzáróval befejezték itt a működésüket, és akkor vette át Dohány István és Bohák Emese a tánccsoportot, aki szintén a nádas tánccsoport tagja volt. Miről kapta a csoport a nevét? Miért pont ezt a nevet választották, hogy nádas? Hát körülbelül akkor úgy gondoltuk, hogy Farnád, és a Farnádra ilyen jellemző volt itt a környéken, hogy ilyen vizenyős terület volt, nád is volt benne, és akkor egy Farnád, hát nádas lett a neve. Mennyi tagja van jelenleg a csoportnak, és milyen gyakran bővül? Vagy esetleg egy zárt csoportról van szó, vagy nyílt, és ha igen, akkor mi kell ahhoz, hogy valaki taggá válhasson? Semmiképp sem zárt csoport, nyitottak vagyunk. Jelenleg 40-45 gyerekkel dolgozunk két csoportban. Vannak a nagyobbak, és vannak a kisebbek. A nagyobbakkal a Pista és a Emese foglalkozik, és a kis csoporttal Csóka Szilvia. Jelenleg a haladó korosztály, inkább úgy mondanám, ilyen 14 taggal rendelkezik, és nagyon nagy szerencsénk van az, hogy van egy utánpótlás csapat, akikkel a Szilvi is foglalkozik. Így biztosított úgymond a tánccsoportnak a jövője hosszú távon. Mi ezt nagyon szeretnénk. Az egész szellemiség, amit el akarunk érni, az az legyen, hogy a gyerekek szeressék a táncot. Semmiképp nem zárt a csoport. Bárki jöhet bárhonnan, széles környékből, tényleg szeretettel várjuk. Heti egyszer zajlanak, általában péntekenként, az 5-től 9-ig van, illetve mint most is egy egész napos próbánk van, összpontosítás. Március végén készülünk egy műsorral, és ezt havonta egyszer igazából beiktatjuk egy ilyen egész napos próbát, az nagyjából 9-től 5-ig tart. Itt a összpontosításokat és próbákat érintve esetleg szoktak táborokat és ilyen néptánctáborokat is rendezni, vagy esetleg részt venni néptánctáborokon, amit ugye ajánlanak a csoporttagjainak? Igen, mióta csoportot átvettem 2 éve, hálaiknak mind a 2 évben volt tánctáborunk. Az első éven egy ilyen úgynevezett rövidített 3 napos, tavaly ezt megcsináltuk most már egy hetesre, ami igazából pontosan abból áll, hogy a néptánc mellett, az egész napos próbák mellett a gyerekek ugyanúgy kézműveskedhetnek is, elsajátítsák igazából a néphagyomány minden területén, ami van, megismerkedjenek ezekkel a dolgokkal, de ugyanúgy énektanulás. Milyen térségek táncaiból válogatnak leggyakrabban, ha összeállítanak lényegében egy előadást? Sokrétű, hála égnek. Az egész Kárpát-medence és annak táncai, úgyhogy egy több száz kilométeres térségről beszélünk. Nagyon nehéz felölelni az egészet.
jelenleg ugyanúgy vannak Erdélyből, mint Magyarországról, de ugyanúgy felvidékről is táncaink. Mennyire nehéz egy-egy népviseletet beszerezni az adott térségek táncaihoz? Esetleg, hogy ez adományszerű, tehát voltak emberek, akik felajánlottak eredeti népviseletet, vagy varrattatnak egyes alkalmakra? Úgy kezdtük a nádast, mikor megalapítottuk a nádast, hogy a faluba bejártuk a házakat, ahol idősebbek laktak, összeszedtük ezeket a viseleteket, és ezekben még most is táncolnak a gyerekek. A viseletek varratásával meg úgy voltunk, hogy volt itt egy kolléganőm, akivel vártuk ezeket a viseleteket, úgyhogy mi megvárjuk magunknak a viseletet. Egyet azért mindig veszünk, hogy is néz ki pontosan, és azt szerint megpróbáljuk levárni. Utolsó kérdésem az lenne, hogy hol mindenhol léptek fel, és maguk szerint, ha objektív, ha szubjektív szempontból, hol érték el a legnagyobb sikert az évek során természetesen? Az évek során ugye több generáció váltotta itt egymást, rengeteg gyermek volt a csoportban. Mi bejártuk az egész Kárpát-medencét, minden fajta díjat kaptunk, aranysávosak voltunk, ezüstsávosak, voltak olyan föllépéseink, ahol tényleg nagyon nagy sikereket értünk el. Például a Vágmenti találkozón a legjobb hagyományőrző címmel tisztelték meg a csoportot. Aztán a Saffa sárkantyúján is szép eredményeket értünk el, országos viszonylatban is aranysávban részesültek tőlünk szólisták. Részt veszünk minden évben a Országos Népművészeti Fesztiválon, Zselízen. Nagy siker még a Botorka Fesztivál Balambányán. Akkor én így zárószóként szeretném nagyon megköszönni azt, hogy elfogadták a felkérésünket, és eltörthettünk együtt pár percet, és a nézőink is, és mi is megtudhattunk új információkat a Nádas Ifjúsági Néptánc Együttesről, és további sok sikert szeretnénk kívánni.